Háló, sziasztok! Február 1-e óta ketózom, ketoztam. Masszív ketogén diéta volt, csak zsír főleg, és külön szénhidrát az nulla, illetve az a szénhidrát ment, ugye, ha figyeltétek a csatornát, ami bent van a tejszínbe, vagy a kivibe, vagy ugye az alacsony szénhidrát tartalmú, vagy az avokádóba, vagy a mandulalisztbe, a mascarpone-ban, de főleg zsírt tettem zsírral, és valahogy nem működött. Most március 14-e van, szóval 39 napot, majdnem 40 napot, úgy lehet mondani, 40 napos bőjt, úgy annyit letoltam, és az a helyzet, hogy az első héten ott lement a 83-ra 80 kiló, ja hát igen, az a víz, azt ugye tudjuk, mert nincs cukor, nem köti meg a vizet, és akkor hirtelen fogyás. De aztán vártam, hogy ez így megy tovább, lement a dögnagy hasam, az oké, de aztán utána folyamatosan 80 kiló, és akkor már is méregettem gyakran, mert ugye tükröt néztem, jó, nincs akkor a hasam, de azért úgy nagyobb, de hát minden nap ment a felső testedzés, amikor nem, akkor mindenképp egy kerékpáros edzés, az is egy óra, felső test az inkább kettő, szokott kétszer egy óra egy nap, és hát igazából nem működik, úgy érzem. Tavaly működött, tavaly 85-re, 75-re mentem le, talán 70 nap alatt. Amikor ott már azért adtam föl, mert az már nagyon undorodtam a zsírtól. Hát most is, én amúgy is utálom a zsíros kaját, a zsírt, szóval ha tehetem, akkor én szintiszta szőlőcukrot eszem. Csak szénhidrátot. Hogyha azt tehetném, amit akarok, akkor az kanállal a szőlőcukor. Szóval, hogy nekem az a jó, esetleg a Nutella, abban már van egy kis zsír, meg egy-két más anyag, vagy fagylaltok. Szóval ilyen literes, két literes fagylalt. Inkább a literesből kettő, mert az minőségi. Azt szoktam úgy eszegetni. Multivitaminnal, hogy azért legyen. De szóval én szénhidrát szabáló vagyok, és utálom a zsírt. Nutellával viselem el egyedül, és a palacsintát is, ha már kicsit olajosabb, már undorodom tőle. A palacsinta is egy nagyon jó kaja. Na, az a lényeg, hogy itt annyira gyenge voltam, kettelen, ugye az első két hét az katasztrofális, amíg émelyeksz, hány ingered van, ilyen vagy, nem tudsz gondolkodni, álomkóros. Az agyam átállt, fasz a ketózis volt, elnézést a kontextusban, ez azért szerintem belefér. Szóval frankó volt a ketózis, de nem nagyon látszott az eredmény. Szóval csak azt éreztem, hogy hát én ilyen 70 kilométeres kerékpáros edzéseket szeretek, azzal 2 óra 10, nem tudom ilyen idők, de azt úgy végig 140-140 fölötti átlagpulzussal. Na most ennek ellenére most ezek a 24 kilométeres 1 órák 56 percek, minthogyha mély homokba tekernék. Az elején ma úgy érzem, hogy meghalok, szóval érzem, hogy nincs erőm, nem megy el az izomlázam, nagyon rossz jelenleg. Az ilyen kis 20 darab húzóckodás, ugye itt. Abba majd betoljok 4x20-ba, vagy eddig 150 haspréseket csináltam, most örülök, hogyha a 100-nál majdnem meghalok, szóval már 50-nél fáj, és 60-nál haldoklok, és 100-nál tényleg meghalok, hogy valahogy egy ilyen teljes erőtlenség, egy olyan, és nem akar elindulni a szervezet a jó irányba, annak ellenére, hogy nem kapott energiát. Hát mondom, most átállunk ciklikus ketogén diétára, az abból áll, hogy ma letoltam a kemény edzést, és utána betoltam 5 kanál Nutellát. 40 nap ketogén, kemény ketogén étrend után 5 evőkanál, nagy evőkanál Nutella. De az eredménye meg is lett, ting, kinyillott a szemem, érzem az agyamat. De úgy szó szerint, ez mind az Avatarban, amikor beszéltek, hogy érzel engem. Hát én érzem magamat, szóval, hogy itt a határa, érzem a redőket az agyamba, hogy ilyen bizsergésszerű érzés volt, és az most elmulladt, és egy olyan, én nem is tudom, egy ilyen boldog érzés, és nem is vagyok igazából éhes. Eddig már úgy egyre kevesebbet ettem, mert undorodom a zsírtól, és először úgy kezdődik a kettő, ugye, hogy eszel, bármennyit megehetsz, de egy idő után nem is akarsz már megenni bele bármennyit, annyit sem, amennyi az elfogyasztott kalóriádnál kevesebb. Először azt hittem egyébként azért nem megy, mert B-vitamin hiányos vagyok, mert átálltam ugye
Erről a jó bevált Mega Daily Vanról. Hát most ez csak nem az. Most hol van a vitaminos dobozom? Na mindegy, ez egy olyan doboz, csak rá van írva, hogy keto kreatimon. Jó, ott van benn. Szóval erről, ezt csak azért nem tudom megforgatni, a szájtekes vitaminról átálltam egy ilyen olcsó Jim Beam-es, aztán utána jöttem rá, hogy ebben tized annyi B-vitaminok vannak, és ez ugye meg tudja állítani, neked attól lehet rossz kedved, meg stb. Hát, annyi, hogy a hasmenésem, ami 100 000 éve tart, az a keto alatt elmúlik, az egy jó tulajdonság volt. Minimum fehérjét az bevittem, általában ugye Pure Gold, vagy a szájtekesből, keményebb edzések után bement egy shake, de az is úgy ment be, hogy ennyi fajta olajból mindegyikből 2-3 kanál, szóval összességében egy 2 deci olajjal és 2 deci 20-30%-os tejszínnel elkészítve ment a shake, meg az MSM, glükozamin ilyen anyagok. Szóval a többi az zsír volt. Itt csak a kiwi volt megengedve, egy kiwi egy nap, meg egy eper néha nap. Szóval nagyon gyötrelmes volt, ugye izót se ittam, mert abban is sok a cukor, csak cukormentes üdítőt, ha kell a kávé édesítővel, mondjuk azt amúgy is azzal iszom normál esetben is. És most ez ugye elég lett, úgyhogy betoltam az 5 kanál Nutellát, megváltozott a világegyetem. Abból, hogy majdnem leültem megint és elaludtam, és ezek a 12 órás alvás lett volna, hogy ma azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy átment rajtam úgy a korona, hogy nem vettem észre, és annak a tünete ez az állandó fáradtság, ja meg, hogy mindenem fáj. Most a másik gond, ami ijesztő volt, hogy 3 napja zsibbadt a kis ujjam, hát edzés során megerőltettem iszonyatosan a vállamat, aztán még jobban edzettem, még jobban, akkor is, ha nem bírtam, hogy már majdnem összeszakadtam, szóval a remegéses, sírós állapotba edzést, akkor is meg kell csinálni a fekvőtámaszt, akkor is meg kell a Diamondot csinálni, és valahogy szétcsesztem, és ugye azt sugárzik. Kihagytam egy edzésnapot, hogy az majd segít, hát egy nagyon kicsit talán segített, de nem. Aztán jött a Diclac non-steroid gyulladás csökkentő, most is zsibbad egy kicsit, aztán ma úgy döntöttem, hogy ma csinálunk egy kemény edzést, és utána betöltünk szénhidrátot, és átállunk a ciklikus ketogén diétára, az abból fog állni. Hát most itt csütörtök van, de hát kit érdekel a nap, az lényegtelen. Lehet, hogy majd szépen lassan kilépdelek, vagy most egy 8 napos hét jön, vagy ki tudja. Szóval az a lényeg, hogy most ma este edzés után szénhidrát és semmi zsír. Szénhidrát, szénhidrát, szénhidrát. Este is szénhidrát. Akár az edzés után a gyorsabbak. Aztán holnap napközben rizs. Rizses kaja, ami ugye lassabb, de 100% szénhidrát. És délben abban lesz hagyva a kajálás, és délután 4-kor pedig edzés, de egy keményen megtolt bringás edzést tervezek, ami segít ugye kiürülni, kiürülés felé haladni ismét, és utána átállunk megint ketogén étrendre, jön a hosszú hétvége, toljuk neki edzések, amíg bírom addig keményen, aztán egyre finomabbakat, és kellene sajnos pihenő napot tartani, de nekem sose sikerül, és ha bírom így, akkor úgy lesz megoldva, hogy minden héten egy nap lesz ez a betöltős nap, és az nap pont egy kemény edzés lesz az nap, szóval akkor lesz bringás edzés is, felső test is, saját súlyos, mindent agyon szakítom magam, és az nap már kevesebbet eszem az edzés előtt ketós kaját is, szóval az nap éhezem, szó szerint úgy lesz a nagyon kemény edzés, és úgy lesz a betöltés, és akkor utána edzés jön, és átállunk megint zsírba. Hogy ez most működik-e vagy nem, azt mondjuk meglátjuk, de egy biztos, hogyha holnap elmúlik a kézzsibbadásom, akkor már ez a betöltés volt, hogy már sírt a szervezet, már lebontott mindent, már nem tudom képzelni, milyen károkat okoz. Úgyhogy tavaly működött a ketó, 100% ketóba, idén nem, átállunk. Ennyi volt a videó, ha tetszett, hanem iratkozzatok fel, és hát mindenkinek más a szervezete, meg más lesz a szervezete, meg ahogy múlik az idő, akkor is más lesz. Edzés során megint más lesz, szóval nem tudom. Tavaly első sok volt a szervezetnek, nem is tudom mikor csináltam, akkor nagyon-nagyon szálkásról le tudtam jönni, hát idén nem. Ezzel nem, de nem baj. Annak azért jobban örülök, hogyha nem fogy el annyi izmom, és inkább fejlődök. Aztán majd, ha nagyon zsírosodok, akkor megoldom még több mozgással. Sziasztok!